Az idei esztendő az atléták számára is kevés sikerélményt tartogatott, a világversenyek elmaradtak, és egy-két nemzetközi viadal kivételével csak az edzéseken mérhették le formájukat a sportolók. Magyarországon augusztusra szeptemberre korlátozódott a versenyszezon, a szerencsésebbek néhányszor éles körülmények között is rajthoz állhattak. A szövetség már a jövőt tervezi, elindult a kiemelt atlétikai program, amelyben nyíregyházi sportolók is helyet kaptak. Ez rövidített nevén a KAP, és remélhetőleg, hogy azok az atléták, akik bekerültek ebbe a programba, kapnak többet elsődlegesen felkészülési támogatásban, mint a többi atléta. Nyíregyházáról, hála Istennek, 4 olyan atlétánk van, aki bekerült a programba. A dobók közül Kerekes Gyula, Szikszai Róbert és Tóth Balázs, valamint a gyalogró Herbrand Máté, aki az olimpiára készül. És ennek a programnak is az elsődleges célja, hogy majd a 2023-as világbajnokságon, ami Budapesten lesz megrendezve, ott legyenek a legtöbben a magyar atléták és a legjobb magyar atléták, illetve hát az elkövetkező évek nemzetközi versenyeire való felkészülés a cél. Mint Vas László elmondta, a nyíregyházi atléták előtt hatalmas távatokat nyit meg a Tiszavasvári úti centrum, amelyet tavasszal vehetnek majd birtokba a sportolók. Én személy szerint nagyon várom már, hiszen jelenleg a téli időszakban nem nagyon tudunk hol edzeni az egyetem atlétikai csarnokának beszakadása miatt. És a másik dolog, amiért várom, hogy egy olyan helyszínen tudunk majd felkészülni, ami a fiatalságnak is motiváló hatású lehet, és nem csak azért, mert egy csodálatos helyszín lesz, hanem azért, mert láthatják azokat a kiváló atlétákat, akik ide fognak jönni edzőtáborba, és láthatják, hogy hova lehet eljutni, ha normálisan készülnek, illetve megfelelően készülnek a versenyekre. A kiemelt atlétikai program keretében csak a dobók számára 16 edzőtábor tartanak a következő évben, ezek közül többnek is a nyíregyházi atlétikai centrum lesz a helyszíne.